és hát az Overlord már nem detektor, ez nagyon mint fontos. Mint az első részben. Igen. De viszont emellett még a Spore koloni is detektor, csak persze, a légi verziója a Spinecrawlernek. Igen, tehát az Overseer detektor, gyors mozgása van, Spawn Changeling, ez arra jó 50 energiáért, hogy egy ilyen kis trutyit lerak egy kijelölt helyre, igen, ahova akarom, igen, és amint közelér a bázishoz, átalakul önmagától egy zilottá, tehát egy protosz alapegységé. Illetve, hogyha Terránról van szó, akkor meg Marinról, hogyha meg Zervről, akkor Zervről. Igen, tehát hogy ilyenkor észrevétlenül végignézhetjük az ellenfél bázisát, szerintem most én... Bár mondjuk kicsit feltűnő tud lenni, hogyha csak légi ereje van az embernek, és egy zilot beköszönt hozzá. Igen. Ez itt pedig az Overseer második képessége. A Contaminate. Igen. Ennek az a lényege, hogy ő konkrétan ellehetetleníti az ellenséget attól, hogy csináljon bármit is az épülettel. 30 másodpercig nem tud egységet létrehozni az adott épületben, viszont tehát a gázra is kipróbáltam, hogyha a gáz az asszimilátorra rárakott egy ilyet, akkor beszünteti a szedést. De sajnos és nem szünteti. De a beta verzió valamelyik részében még ez működött, csak hát sok minden változott, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek a meccsek. Látjuk, hogy itt otthon van az a három borgét, hogyha nekiáll embereket készíteni, jó, abból... Jó, mondjuk nincsen hozzá pénz, nincs. Itt készül az... Már elkészült az első. Itt készül az igen, én pedig kijöttem a Rich Mineral Field-hez. Rich Mineral Field-nek az a különlegessége, hogy egyszerre többet szed belőle, és gyorsabban. Dolgozó. Hát igen, itt látszik, hogy a hidraliszkek könnyűszerrel meg tudják állítani a void rayet. Igen, ezért is álltam át, hiszen láttam, hogy nem földi egységekre megy elsősorban, hanem légieket készít. Amúgy a Zerg az továbbra is ahhoz képest, hogy kőpapír effektus így beütött a második részre. Ott az a különlegessége, hogy az egységben van az ereje, és hidraliszkek is csak többségben tudják legyőzni az ellenfelet, mert amúgy nem olyan nagyon jó egységek. Hát azért nem rosszak, tehát hogy... Igen, de mondom, többségben tudják csak kamatoztatni az erejüket, igen. Igen, itt jön egy betámadás, fotosztól látják, hogy jövök. Elég rosszul, az a baj, hogy ezzel az egére nem lehetne kapni. Irányítani őket a támadásba. Itt úgy tűnik betáma, csak itt emelik a Canon-nak. Igen, a Canon az már 5 hidraliszket megölt, ami egy kicsit sok, igen. Hát ez a támadás közben, nem sikerült túlja. Hát otthon nincs nagy változás, ide nézzük meg mennyi. Hát elég sok pénz, elég sok minerálod van, de az a gond, hogy a gázod az igen. Még mindig. Viszont megfordult az arány. Én igaz, hogy több egységet vesztettem, viszont azoknak az értéke egy hát ezerrel kevesebb volt, mint amit ő vesztett el. Gondolom, itt most ő nem tudom, miért nem kezdte el gyártani a próbokat. Nem figyelt. Mert azért egy expert csak úgy itt hagyni. Én meg itt már a Rich Mineral Field-en rendesen szedem a minerált. És közben hát megint canonokat csinál. Jobban megerősítette a védelmet itt. Igen, itt van a Changelingem. Látható, hogy nem ez nem ugyanolyan színű, mint az ő zilatjai. Jó, mondjuk az ő szemszögéből mutatom. Az ő szemszögéből ez teljesen máshogy néz ki. Mutatom. Hát az ő szemszögéből így teljesen pont normális néz ki, egy sima. De annyi különbsége, hogy mivel hogy látszódik, hogy ez, mivel hogy detektorok kifigyelik, hogy ez egy Changeling, ezért meg tudta volna ölni, de hogyha egy ember nem figyel oda, akkor fel se tűnik neki, hogy hoppá, ott van egy Changeling. Tehát ez ezért jól működik. Na igen, közben... Ott közben megindult egy warpolás, ha megnézed, ott van egy kék pont. Igen, bewarpolt három zílotot. Hát ezt még nagyon sokszor el fogja játszani, mert... hát el tudja, sajnos nem figyeltem erre a részre. Szóval azt nem értem, ide bejöhetett volna nagyon könnyen én is. És azért az még mindig jobb stratégiailag, mint ez a hely. Ez,
hogyha nem is légiek. Igen, itt most eléggé megszilálódott a gazdaság. Hát igen. Mivel hogy már csak gáztevők maradtak, és a drónok is elég jelent. Ezt nagyon elrontotta, hogy a pilotokat kihagyta, és akár ezt a részét a bázisnak szét is szerintette volna. Jó, mondjuk az a Spinecrawler, miután oda került, már minerálos részről el lett lehetetlenítve az ellenség. Ott a Changelingnek lejárt ez, az ideje. Ez elég furcsa, hogy de nem furcsa, csak hogy neki elég jól áll gázzal, én hiszem fordítva, hogy én meg minerállal. Persze, mert Rich Mineral Feed-re kiraktad magad, és ott eléggé jól jön. Igen, ott nagyon jól jön a minerál, és most próbálok gázt. Mondjuk kicsit kevés az extraktorod. Sajnos a gázra nem figyeltem annyira, de így gyülekezek az egységekkel, és... Hát itt már elkészült egy carrier, ami viszont igen, már ami már jó lehet a hidraliszkek ellen, csak természetesen itt is többségben tudják legyőzni. Szerencsére kiszúrtam, hogy egy carrier készül, vagyis hát már létrejött, itt van a nyoma a changelingemnek, és láttam, hogy egy carrierre kell számítani. Kopott megint, csak én nem kopogtatott be. Megint itt vannak az illatok. Szerencsére már hátra hoztam ezt a Spinecrawler-t. Mondjuk meggyógyíthatod volna a transzfúzióval. Igen, ez teljesen. Igen, még mindig így gyülekezik, ez igazából semmi, tehát hogyha én most ezekkel nekiesnék ennek. Hát, szerintem annyi történne, hogy a kanonok azok eltűnnek, az ő egységei eltűnnek, de pont visszaveri, tehát egy ilyen semmi. És akkor Voidrayek azok szépen bekopogtatnak hátulról. Most is készül a Voidray, itt a carrier. Mondjuk simán legyőzhetett volna, hogyha felköszönt a Voidrayekkel, mert semmi légvédelmed nincsen a bázison, csak abban a pillanatban csak van éppen, pár hidralisz, amikor igen. Éppen a hidraliszkek odaérnek. Tehát, hogyha hamarabb normálisan rááll a Voidrayekre, vagy bármi légegységre, akkor ezt már eldönthette volna ezt a meccset. Ez a játékos. Itt már rendben van az extraktor, bár ebből még nincsen szedés. Hát szerintem ez kicsit hiba volt, mert sok volt a minerál, kevés volt a gáz, és nem kellett volna sajnálni a dolgozót. Igen. Viszont megint, én többet veszettem, viszont ő 1400-al az több volt. Igen, mivel hogy drágább egységeket veszített. Ez az inkám? Nem a... Vagy hogy szeretném. Éppen, hogy kinek mi van az inkámon. Hoppott bedrop volt. Ezt én igen, bedrop, igen. Tekerjük vissza egy kicsit, mert éppen máshol figyeltünk. Nos, itt Overlordokba bepakolta az egységeket, miután kifejlesztette. Igen, a changelinget erről megnézem, hogy milyen van. Mondjuk itt azért a próbok lehet, hogy láthatták. Hú, a prób az lehet, hogy pont nem csípte el azt, ahogy az Overlordot telepakolom. Erre viszont még mindig jó az Overlord, hogyha kifejlesztjük, akkor... Lehet vele szállítani. Igen. Overlordnak még van egy másik képessége, a creep generálás. Ezt ritkán szokta használni, esetleg ez arra jó, hogyha hamar kifejlesztjük a lért, és utána az Overlorddal oda megyünk az ellenség mögé, és oda viszünk egy-egy Spinecrawlert. Igen. Nos, ez a hidra bedroppolás, ez egy jó döntésnek tűnt, mivel hogy itt semmilyen védelme nem volt az ellenségnek. Igen, hát... Voidrayek meg nem igazán tudják megállítani a hidraliszkeket. Nem tudom, hogy ez hány, egyszerűen... 12 hidraliszkot nézve, mekkora pusztítást csinál. Itt most behozta a carriert, bár egy kicsit itt hamarabb oda kellett volna jönni. És nem is tudott semmit csinálni. Hopp, megjelent egy Mothership. A Mothership. Ez a Protossnak az egyik ősanyja. Ez egy hatalmas ultimate egység, tehát ez egy... El tudja rejteni az egységeket, bár hidraliszkek ellen fogok menni. Igen, tehát hogyha most ezt hátrébb vitte volna ide... És megvárta volna, hogy feltöltődjön az energiája, akkor tudott volna egy vortexet csinálni, és egy kis időre eltünteti az egységeket, akkor és... Akkor megverte volna. Annyi dolgot volna. És most nézzük meg az egységveszteséget. Hát igen, ilyes. Itt már egy kicsit... Kétszer annyi.
ez azért durva, hogy 12 hidraliszk. Itt látszódik, hogy a hidraliszkeknek kicsit megváltozott a támadás módja, mert az első részben úgy nézett ki, mintha köptek volna, hogy akkor is püskéket lőttek, csak most már nem igaz.